Kedves nézőket, mai vendégem Nagy Károly, festő, grafikus és a Szegedi Szépműves Cég elnöke. Köszöntöm. Mi volt az a pont az életében, amikor elhatároztam, hogy a festészettel és a grafikával szeretne foglalkozni? Ez főiskolán volt, mert ugye rajzszakra jártam, és folyamatosan ismerkedhettünk meg technikákkal. Amikor sokszorosító grafikával is játszhattunk, akkor ugye az nekem nagyon tetszett, egy darabig metszettem, nyomtattam. Volt olyan is, amikor készítettem, akkor éppen úttörőházban vezettem szakkört, úgy kártyanaptárt, hogy egyedi metszettel volt megnyomva az üres naptár, a vaknaptár. Most ez úgy elmaradt, mert a mai világban már nagyon-nagyon kevesen játszanak ezzel a technikával, hogy sokáig metszegetünk, több próbanyomatot csinálunk, kell prés, kell szárító, sok minden kell hozzá. És valójában az emberek nem igazán fogékonyak. Nyugat-Európában van piaca a grafikának, nálunk nagyon szűk piaca van. Leginkább a könyvészetben az exlibris készítők tudnak haladni ezzel. Tárlatokon be lehet mutogatni, de igazándiból az a piac, amiből visszajöhetne a befektetett energia meg eszközállomány, az nincs Magyarországon. Tehát ezt a részét hagytam. Festeni meg én valamikor ugye eldöntöttem, amikor fölvettek a főiskolára, hogy egyszer festőművész leszek. Na most ez nem ment ki a fejemből, az idő megtelt, és egyszer csak elkezdett mindenki ennek szólítani. Én sosem írtam ki magamról ezt, vagy nem írtam le, mert egyrészt van ennek egy hivatalos, meg van ennek egy elfogadott oldala, és én csak akkor kezdtem odaírni plakátra, vagy meghívóra azt, hogy művész, amikor már sokan annak szólítottak, és mondjuk olyanok, mint a Kopasz Márta, vagy a Kass János, vagy a Varga Matyi bácsi tekintett, annak akkor elfogadtam. Aztán egyre több tanítványom kezdett el mesterezni. Hát egy darabig furcsa volt, de most már megszoktam. Ha jól tudom, akkor a főiskola után volt egy tanulmányi úton, külföldön. Azt megkérdezhetem, hogy itt mit tanult, és mi volt a célja vele? Hát abban az értelemben, hogy én most más oktatási intézményben tanuljak, én úgy nem jártam, hanem hát bebarangoltam Európát, de általában valamilyen céllal, vagy tárlatot rendeztem valahol, vagy az egyesületemnek volt mazsor egy csapata, akkor velük voltam Franciaországban, vagy a Kendo VB-n Párizsban egy hétig. Szóval úgy járkáltam a világba, de úgy, hogy én most valamilyen iskolába bekerüljek, azt ott üljek bent és tanuljak valamit, úgy nem voltam. De számomra a tanulmány óta az oktatással kapcsolatos volt inkább. Amikor kétszer voltam a dániai testvérvárosunk iskolájában, és ott én bekéreckedtem hétvégére a műterembe, illetve az iskola tantermébe, ott dolgozhattam, és akkor végignéztem, hogy mivel, hogyan folyik náluk az oktatás. Meg hát kérdeztem is. Ez egy csodálatos dolog, hát Magyarországon ez elképzelhetetlen, hogy egy ilyen banket asztal méretű dologra mindenki van pakolva, mint nálunk a polcon. És az óra arról szól, hogy bemegy egy csapat gyerek, nem sok, 15 körül maximum, és akkor körülülhetik az asztalt, és onnan azt választanak, amit akarnak, és azzal rajzolnak, vagy festenek, amivel akarnak. Kész. Tehát nincs ilyen, mint nálunk, hogy feladat, végrehajtani, osztályozni, meg mit tudom én, teljes szabadságban, és valahogy mégis nagyon jó dizájnerek lesznek a skandinávokból, sőt, már van egy tanítványom, ezt azért ne felejtsük el, aki még a délutáni szabadiskolai órákra járt, akkor még a körúton volt a mai rajztanszékhelyén a gimnázium, aztán Tarjánba is jött utánunk a kisfiú, ő most már tanár az Aalborgi Egyetemen, mert ott médiát végzett. Tehát van ennek kontinuitása, de mondhatom azt, hogy még Újszegeden volt a gimnáziumunk, akkor
volt egy fiú, aki megnyerte fotóban is, meg videóban is az Erkert, Gyulán, és aztán a Friderikusz produkciók vezető operatőre lett. Szóval van ennek sok hozadéka. Feleségem egyszer mondta, hogy számoljam már össze, hogy a világunk ki merre van. Hát mondom, oké, ezt tudom, ez Brazíliában van, ez Ausztráliában van, ez grafikai stúdió vezető Írországban, ő Londonban van, a másik is Londonban van, a harmadik Lipcsében van, a negyedik Turkuban van, az ötödik Helsinkiben van, a hatodik Aalborgban van, megszámlálhatatlan. Itt volt olyan szabadiskolai tanévünk, hogy decemberben ketten mentek ki Londonban ebből az 5-6 fős csoportból. Mind a kettő olyan jó rajzolt, hogy pályáztak tetoválószalomba, meg ilyen helyekre, és a rajzaik alapján azonnal válogathattak 3-4 ajánlatból. Mert hogy ugye az egésznek az alapja az, hogy meg kell tanulni komponálni. Hát a Kovács Gabi, aki a színháznak csinálta a reklámspotjait, talán most is csinálja, Pesten önálló videostúdiót nyitott már. Ő azért járt rajzolni 4 éven keresztül a gimnáziumba délutánonként, hogy jól tudjon mozgóképet komponálni, mert ahhoz állóképet kell komponálni. Na jó, hát ő ugyan olyan nagyot nem, ő 17. lett Párizsban az UNESCO pályázatán, de ezt se sokan mondhatják el. Hát nem. És ha már így a tanítványairól beszéltünk, akkor milyen szerepet töltött be az életébe, már mint így, hogyan emlékszik vissza arra, amikor még ugye iskolában is tanított, és mivel próbálta motiválni? Jaj, de nehéz időszak volt, Istenem. Istenem, ugye a magyar oktatási rendszer az úgy csapnivaló, ahogy van. Tehát nem tudsz differenciáltan haladni, mert egyformára kell mindenkit nevelni. Ez persze nem megy. Akkor az ember délutánonként próbál foglalkozni azzal, aki mást is akar, vagy többet akar. Na de akkor meg a lehetőségek. Én volt olyan, 90-es évek eleje ez, amikor még dolgoztam a Városházán, szakkört vezettem, és akkor még a szabadiskolában is tanítottam. Aztán elmentem gimnáziumba tanítani, onnantól kezdve jöttek azok az évek, hogy délelőtt betanítottam a gimnáziumi 2 nap mellett valamelyik általános iskolában, akkor délután valahol vezettem szakkört, aztán este meg a szabadiskolát. És akkor volt olyan nap, hogy a 10 évestől a 60-70 évesig mindenkivel sikerült találkozni 2-3 óránként. Nagyon fárasztó volt. És hát ugye ez nem az én fáradtságom miatt szakadt meg, hanem folyamatosan úgy alakultak a jogszabályok, hogy ezt ezért nem lehet, ezt amúgy kell, ezt ezért kell többért csinálni, vagy kevesebbért, és ezeknek mindig valahol valamilyen előírások, vagy gazdasági vonzatok voltak a hátterében, ami miatt 2 olyan iskolában tanítottam, ilyen zeneiskolában, rajzi csoportot, ahol maga az iskola szűnt meg. Mert bérleti díjat kell fizetni, 1 zongorista, 1 tanár, 1 gyerek, 1 óra, 1 fejkvóta nem jön ki belőle, és a rajz meg a tánc az hiába viszi bele a csoportos pénzeket, de mellette ott van a többi szóló hangszeres tanár fizetése, meg a terembérlet, úgyhogy mind a kettő tönkre ment. És azóta nem is próbálkozok ezzel. Hát most meg, hogy ugye húztak egy vonalat, hogy aki a piros vonal fölé kerül, annak levágjuk a fejét. Tehát hiába ír tantervet, hiába van fakultációs csoportja, hiába mondhatja el, hogy a világ minden részén vannak tanítványai már, menjen nyugdíjba, mert naptárilag innentől el kell menni. Nem érdekes, hogy életerős, nem érdekes, hogy többet tud, mint aki tegnap végzett, esetleg véletlenül valamiért, hanem menjen. Na most, ugye hát ezek befolyásolják az embert. A régi tanítványaim közül, hát Csanádi Hajnalka, Törter Irilla, meg ezek, akik Pécsen művészdiplomát szereztek, ha hazajönnek, eljönnek ide rajzolni. A Patkós Dani, ő most volt 1/2 évet Erasmusszal Portugáliában,
De amikor hazajött, akkor első dolga volt, hogy eljött a művésztelepre, meg most múlt héten is átjött, Makóról azt rajzolt itt. Mert amikor hazajönnek, akkor megkeresnek. Hát a másik megkeresés, ha kell nekik valami. Ugye nem emlékszel rá, mert médiás voltál, nem rajzos. Rajzosoknál második évben kellene metszetet készíteni. Senki nem csinálta meg. Na, mit csinál ilyenkor az ember? Beírja azt az 1-2 egyest, aztán évvégén elfelejti, hogy ezeket beírta, mert olyan rossz jegyet nem adunk a fakultációsoknak. Aztán egyszer csak a főiskoláról visszaszaladnak, hogy osztályzásra be kell adni linót, hogy kell csinálni. Mondom, ez volt házi feladat, volt linó, volt kés, na de most jövő hétre be kell vinni. Hát akkor leül az asztalhoz, előpakolok, megmutatom, lenyomtatja, aztán boldog. Tehát amikor valami probléma van, most a múlt héten egy olyan tanítványom keresett meg, aki Németországba elkerült, és nem is hallottam róla 5-6 éve, most azonnal megtalált, hogy hát ő művészeti ösztöndíjra pályázna, és akkor segítsek már neki, mert lekésett a határidővel. Hát azon már én se tudok segíteni. Tehát a tanítványokkal magyarul ez a viszony, hogy van olyan, aki rendszeresen jelentkezik, van, akinek a szüleitől tudom meg, hogy mi újság van, és van olyan, aki eltűnik teljesen. És ennyi munka, meg ugye a tanítványok mellett mikor marad ideje arra, hogy ön is fessen? Hát most van. Ugye most amikor hetente 3x3 órába tanítok, az ugye kötelező időpont, de azon kívül úgy osztom az időmet, ahogy akarom. Ha délelőtt rám jön, vagy vasárnap, akkor fogom magam, csinálom, ha esik az eső, azt mondom, ma nem megyek sehova. Mikor, vagy hogy volt inkább az, amikor ő megtalálta így a saját művészeti irányzatát, és kik voltak azok, akik leginkább hatottak önre? Nem találtam meg. Nem? Nem. Nem, mert én egyet sajátítottam el Winkler Laci bácsitól, vagy legjobban, nem igaz, hogy egyet, legjobban, hogy mindenre rezonálni kell. És hogyha szorítanak a körülmények, akkor mindennel dolgozunk. Én nekem nagyon nagy öröm volt, amikor első és másodikos főiskolás koromban segíthettem neki jubileumi tárlatát rendezni. És akkor láttam, hogy a háború utáni, meg az 56 utáni években nem voltak olyan anyagok meg eszközök, mint most. Akkor a sima műszaki tussal öntvényeket csinált. És a rajzai nagy része plakátok hátulján van, mert valahonnan szerzett ki nem ragasztott szabadtéri plakátokat, és akkor annak a hátuljára rajzolt. Olyan papírra, amit nem lehet kézbe venni, mert szétesik, eltörik, de akkor az volt. Még főiskolás voltam, amikor úgy tudtunk papírhoz jutni, hogy valaki a nyomdából kibugázott triplex kartont, és akkor szabad volt egy darabot venni belőle. Több díjat is kapott, többek között a Winkler díjat is 3-szor. Hogy melyikre a legbüszkébb a díjak közül? Hát a legutóbbira. Ez a Szeged város kultúrájáért aranygyűrű, erre úgy nem számítottam. Illetve hát számítottam, mert szóltak előtte egy hónap, hogy gyűrűt próbálni kell, méretre be kell menni. Na de hát nem vagyok hozzászokva. Én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy kapok mondjuk egy Winkler alapítványi díjat, mert a legutolsó az alapítványi volt, a többi meg tárlathoz kötött. Tehát a különbség ott van, hogy a Winkler díj az eredetileg a Csongrád megyei tanács és a Képzőművész Szövetség közös díja. Na, ezt sikerült megkapni. Aztán ugye nem lett tanács, hanem lett önkormányzat, aztán a megye kiszállt ebből, csak a város maradt benne, és akkor maradt helyett egy Winkler plakett. Na, azt is megkaptam. És akkor egyszer csak Winkler díj. Hát nekem ez már van többször, mit akarnak ezzel? És akkor kiderült, ez más, mert van egy Winkler alapítvány, és az ad egy díjat. Na, így lett 3. De hát a pedagógus szakszervezettől is már többször kaptam díjat. Az elmúlt 66 évet így hogyan összegezni, és úgy érzi, hogy elért mindent, amit úgy fiatal korában kitűzött célnak?
maga elé? Hát, igenis nem is. Tehát arra, hogy megtapsolnak, kapok egy városi díjat, meg több ilyen szakmai díjat, arra nem számítottam. Én csak azt szerettem volna, hogyha elfogadják a képeimet, azt kiteszik a falra. Na most hát, ugye evés közben jön meg az étvágy. Hát akkor, ha már ekkora tárlatokat csináltam, hármat tavaly, akkor vegyünk egy nagy levegőt, eresszünk le, aztán majd gondolkodom rajta, mert ez most hirtelen elég volt. De gyerekkoromban én erre nem gondoltam. Meséltem már lehet, hogy én gimiben jártam filmszakkörre, voltunk a Hunniában, műtermekben, filmlaborban, fesztiválokra följártunk Pestre. És akkor eljött a pályaválasztás, amikor a szüleim azt mondták, hogy de, hogy megyek filmrendezőnek. Olyat válasszak, amit itt lehet tanulni. Nincs ilyen, hogy utazás, kollégium, nem vagy itthon. Hát akkor mit lehet? Hát rajzot. És akkor lett az állókép a mozgókép helyett. Olyanokra emlékszem, mindig vannak itt ilyen nagy fölrémlések, hogy anyukám kereskedelembe dolgozott, apám villanyszerelő volt, ez olyan kategória volt, hogy nem kaphattam óvodát. Tehát oldják meg. Mert csak a gyári munkás, három műszakos proletár vagy segédmunkás kaphat óvodát. Kereskedő már nem. Hát akkor a szomszédnéni vigyázott rá óvoda helyett, és akkor tudom, hogy kanyarós voltam, és mondta, feküdni kellett volna az ágyba, én meg a zajra elindultam, és mondta, hogy ne menjek az ablakhoz, mert lelőnek, mert akkor jöttek be a tankok, az oroszok jöttek Vásárhely felőbe a Sugárúton, József Attilán, és akkor kussolni körülött a házakban, mert ott vonulnak a tankok. Ilyenekre emlékszem, de aztán a többire nem nagyon. Általános iskolás emlékeim olyan töredékesek. Középiskolás az már egy kicsit más, akkor nagyobbak voltunk, de hát azt szoktam emlegetni, hogy ez nem volt egy csúnya időszak, mert Molnár Dixielend tagjai, alapítói akkor még Beatles meg Rollingot játszottak, füzetből olvasták hozzá a szöveget, és nyakkendővel, zakóval lehetett elmenni táncolni. Aki nem úgy volt öltözve, be se engedték. Köszönöm szépen a válaszokat. A nézőknek pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra!